Hatalmas kárdal rendelkezik, ez a másik. A Major Múzeum táborozói az elsők közt nézhették meg az új látványtárat. Zalai és az ország más területéről származó gyűjteményt állítottak ki. 1902-es alsó Prés és a 18. század elején készült Zalavári Bálványos Prés is gazdagítja a tárlatot. Az 1795-ös évszám jól olvasható ennek az Iker Orsós Présnek a főfáján. A Baranya Vármegyei Mágocsról származik ez a darab. Az újonnan nyílt látványtárnak ez a legrégebbi Prése. Szőlő, alma és olajprés is látható itt, de egy ezer literes hordó is van. Minden műtárgyat restauráltak, a hiányzó elemeket pótolták. A gazdagon díszített kiállítási darabok olyan helyen vannak, ami eddig el volt zárva a látogatók elől. Ez egy több lépcsős fejlesztés első eleme, amelyben a látogatók elől egy eddig elzárt udvarunkat nyitjuk meg, és ennek a kincseit mutatjuk meg a vendégeknek. Ugye az egykori Georgikoni Tangazdaság Juhodá épületében vagyunk, amely a 90-es évek vége óta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteménytára, gyűjteményi raktára. Ezekben az épületekben tárolják azokat a tárgyakat, amik nincsenek kiállítva a fővárosi Mezőgazdasági Múzeumban és a Keszthelyi Kiállítóhelyen. Az idei évben átalakítják ezeket a raktárakat, hogy a látogatók is megtekinthessék azokat. Elsőként a borászati látványtár és présgyűjtemény készült el. A fejlesztés folytatásaként július 7-én egy újabb épület rész is megnyílik. A fogatolt járműgyűjtemény látványraktára is a vendégek elé tárul.